És folytatódik a Bistro itt a Spirit FM 92.9-en, a telefonban Horváth Lugosi Gábor, a Magyarságkutató Intézet vezetője. Szervusz Gábor, hogy vagy? Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen, jól vagyunk. Ugye nemrég beszéltünk, és óriási munkát végeztek, azon kívül, hogy ti kutatást végeztek, múltkor ugye segítettetek Kárpátalján, és örülök, hogy tudtunk róla beszélni, és örülök, hogy arról is azt is be tudtuk mutatni itt a Spirit FM-en, de egy kicsit beszéljünk a munkátokról, mert hát lassan elindul az év, vagy most már el is indult, és hát rengeteg kutatás, rengeteg munka van mögöttetek. Egy pár mondatot beszéljünk már az intézetről, amit vezetsz, mert azért jó pár kollégád azon dolgozik, hogy, és kérlek, te fejezd be a mondatot, jó? Mondjad, Gábor. Egy olyan szellemi feladatnak teszünk eleget, amit leginkább úgy lehet összefoglalni, hogy az eddig elmaradt vagy nem kellően elvégzett nemzeti kutatásokat vesszük sorba, és végezzük el. Ezeknek különböző történelmi okai is vannak, illetve jelenkori oka. Leginkább úgy tudnám összefoglalni, hogy a mai világban még inkább szükségünk van múltunk, eredetünk lehető legpontosabb ismeretére, és a magyar az egyik legősibb nemzet, amelynek származásában több egykor élt népnek volt szerepe, és ezeket próbáljuk minél jobban az őstörténetünkben kibogozni, bemutatni, hogy egyáltalán megértetni a mai emberekkel. Sokan ismerik, hallják, hogy a magyarság egy összetett, ugye több nemzetből álló nép, és hogy mégis, hogy hogy van ez. Ezt próbáljuk kutatni. Igen, nagyon szerényen fogalmazol, mert, vagy hogy is mondjam, nagyon precízen összefoglaltad, de nagyon szerényen fogalmazol. Nagyon komoly, ugye most már eljutott a tudomány oda, hogy vajon mi történhetett 1000-2000-3000 évvel ezelőtt, de hogy most már ott tartotok, és még korábban az interjú előtt beszélgettünk, hogy bizony például a Szegedi Egyetemen most már olyan genetikai vizsgálatok vannak, amely nagyon komolyan azonosságot, rokonságot és bizonyítékot, hivatalosan használható bizonyítékot tud mutatni, jól mondom? Igen, igen, teljesen. Ezt jó, egy kicsit elmondod, hogy miről is van szó pontosan? Igen, ez egy 20 éves új tudományág, új tudományterület, ugye az archeogenetika, és a magyar nemzet történetében ugye mindenki tudja, hogy tatárjárás, mohácsi vész, Habsburgok 400 évig, szovjet megszállás, tehát rendkívül sok írásos, írott forrásunk ugye elpusztult. Krónikáink megmaradtak, gyakran voltunk ugye idegen megszállás alatt, és nem tudjunk tisztán látni a történelmünket. Így a történészi és a régészeti hagyatékokra szoktak leginkább ugye hagyatkozni az elmúlt mondjuk 100 évben. Na ezt a hagyatkozást és ezt az idézőjelben kicsit ilyen közszurkálást vágja ketté az archeogenetika tudománya, amely teljesen pontosan megmondja egy egykor élt egyénnek a származását, a genetikai összetételét, de hogy válaszoljuk a kérdésedre és a hallgatóknak is minél pontosabb tájékoztatást adjunk. A lényeg, hogy a szkíta, avar, hun, magyar kapcsolatrendszerre például bizonyságot tudjunk adni, vagy cáfolni tudjuk. Az nagyon fontos, hogy nincsenek prekoncepciók. Egyébként is mindig el szoktam mondani, hogy a szekvenáló gépet, ami több mint 3,5 milliárd bázispárt egy emberi genetika láncolat ennyiből áll, ennyi összetevőből, 3,5 milliárd bázispárnál nem lehet tévedni, és nem tudjuk úgy ütögetni vagy rázogatni a gépet, hogy ez az eredmény jöjjön ki, mert nekünk azt tetszik, hogy az az eredmény jöjjön ki. Ezek teljesen pontosan hozzák ki egy-egy elhalt egyénnek az örökítőanyagát, a DNS-ét, teljesen pontosan megmutatják. És csak arra szeretnék még kitérni, hogy ez az archeogenetika a világon a legmagasabban jegyzett tudományterületek közé tartozik. Nem véletlenül nemzetközi tudományos szaklapokban, általában ugye angol nyelven történik ezeknek a publikációja részünkről is, és a Magyarságkutató az elmúlt 3 évében már 6 ilyen nemzetközi tudományos publikációt tett közzé, hunokról, szkítákról, avarokról. Ezeket ugye folyamatosan próbáljuk a Facebookon is, a weboldalunkon is magyarázni, közérthetővé tenni. Tehát mi unikális működésünk abba rejlik, hogy nem egy bezárt elefántcsontoronyban működünk, hanem a tudományosságot megosztjuk a magyar emberekkel, megosztjuk a társadalommal, és én azt veszem észre a 3 év tapasztalata alapján, hogy hitelesnek fogadott el minket a magyar társadalom. Arról nem beszélek, hogy hitelesnek fogadott el a nemzetközi tudományos terület, mert az egyértelmű. Hát gondolj bele, András, hogy eddig több mint 26 konferenciát tartottunk, és
a 210 külsős előadóból, ami azt jelenti, hogy 160 magyar külsős előadó volt, egyetemekről, akadémiáról érkeztek ezek a professzorok, és 50 külföldi vendégtudós kutató volt nálunk, és olyan egyetemekről, mint az Ankarai Egyetem, az Isztambuli Egyetem, a Mongol Tudományos Akadémia, Fordham, Oxford, Wisconsin, a Rigai vagy Tartui Egyetem, a Római La Sapienza Egyetem, a Lucerni, a Bécsi, az Amsterdami, a Kalifornia vagy a Melbourne Egyetem. Tehát ugye ebből a felsorolásból is hallhatod, és a kedves hallgatók is hallják, hogy a Magyarságkutató Intézetet mind a magyar tudományos élet, mind a nemzetközi tudományos élet egy pillanat alatt elfogadta, befogadta és együttműködik velünk, de ami számomra még örömöt jelent, boldogságot, ezt a szót akartam, de végül kimondom, az, hogy a magyar társadalom és a magyar nép az érzi, hogy értük, kutatunk, velünk együtt kutatunk, teljesen nyitottá tettük ezeken a közösségi oldalainkon, és követnek is, és igenis a magyar népet érdekli a saját múltja, annak a feltárása. Egyébként van miért, mert hát büszkék lehetnek a magyarok az őseik teljesítményére. Igen, egyébként nekem azt tűnt fel, hogy nagyon hasítotok a Facebookon és a közösségi médiában. Nagyon sokan követnek, és nagyon sokan nézik meg a videóitokat, illetve a különböző feltett anyagokat. Valahol úgy érezhetjük mi magyarok, hogy nem az, hogy keressük az utunkat, inkább a professzionális megoldást keressük talán a múltunkra, vagy van egy ilyen belső igény, nem? Ami nagyon szeretnénk, hogy elszakadjunk ettől a finnugor, meg nem tudom milyen tudományoktól, vagy tudományos alapelvektől. Te is érzed ezt? Jó, te biztos elfogult vagy a saját kutatásotok felé. Érzem, de a lényeg az, hogy nem csak én érzem, hanem egyrészt a krónikáinkkal se volt összevethető ez a 150 éve ránk kerültetett nyelvtörténeti elmélet, ami most már egyébként csak a harmadára zsugorodott, mert korábban az volt, hogy a finnugorság az egy származást is jelentett, egy kulturális azonosságot is jelentett, meg egy nyelvi azonosságot. Uh-huh. Aztán szép lassan ezek a légvárak megszűntek, most már nincs származási elmélet, most már nincs azonos kultúrkör. Hát gondoljunk bele, nekünk aranyszarvas, csodaszarvas kultuszunk van, nekünk tátos paripánk van, az északi népeknek meg medve kultusz például, de ezeket is most már elengedte, azt mondom, hogy kicsit ilyen megkövesedett tudománynak a képviselői. Nem tudnak mit kezdeni mind a nemzetközi, mind az új magyar kutatásokkal, amelyek ráadásul már természettudományos eszközökkel is teljesen pontos eredményeket a genetikai mutatnak. Vizsgálatra érted. Hát ugye tehát magyarul a gépből elég pontos eredmény jönnek ki, hogy Magyarország. Ha egy picit össze akarnánk foglalni, és az elmúlt évek, vagy az elmúlt vizsgálatok eredményét, mi a legfontosabb eszencia, vagy mi a legfontosabb konklúzió, milyen irányba mentek most, és mik a következő tervek, de menjünk az elejére, hogy ha múltunkat keressük mi magyarok, és genetikailag visszanézünk, meddig tudsz visszanézni, vagy meddig tudtok visszatekinteni? Több ezer éves csontokat is képesek vagyunk megvizsgálni. Függ persze attól, hogy milyen körülmények között tárolták ezeket a csontokat, vagy találták meg. Tehát mondjuk például a Tarimi múmiák, ugye mondjuk, hogyha sokáig fagyott területen voltak, akkor még a ruházat is megmarad, jó csont állékonyság van, mondjuk egy szárazabb homokos területen már ez forró területen, ez nem annyira mondható el, de a lényeg az, hogy több ezer évre vissza tudunk menni, és össze tudjuk rakni a származási vonalakat, és nem csak a származási, hanem nagyon fontos, hogy a magyarság őseinek a vándorlását, vagy a hunoknak a vándorlási útvonalát, területeit is pontosan meg tudjuk mutatni. Ugye, hogy mondjuk mai Kazahsztán területén, ugye régen ezek az országok még nem ilyen formában léteztek, ezért furcsa mindig néha, amikor. Azt is, bocsánat, csak egy közbevetés, az is fontos, hogy a mai élő magyar emberek azt megértsék, hogy amikor azt mondjuk, hogy Afganisztán északi részén, vagy Kazahsztán, vagy a Mongólia, akkor ezek az, vagy Oroszország területe, akkor ezek az országok még ilyen formában több ezer évvel, ugye, vagy 2000 évvel még nem léteztek, vagy nem így. Tehát ne ragadjanak le annál a földrajzi jelzőnél. A sztyeppe birodalomban, inkább így ez a helyes kifejezés, tehát a sztyeppe zóna területén pontosan meg tudjuk mondani, hogy őseink hol éltek 100 évet, 200 évet, 500 évet, melyik útvonalon vándoroltak, kikkel folytattak akár kereskedelmi kapcsolatot, vagy nagyobb népcsoportok beolvadását is nyomon lehet követni az archeológiát. Egy fantasztikusan ki tudjuk rajzolni, több ezer évre visszamenőleg, hogy akár innen a Kárpát-medencéből, mikor a szkíta népek háziasítják a lovat, és elmennek innen, ugye ez a sztyeppe zóna,
legnyugatibb része a Kárpát-medence, és innen elmennek a keleti területeket meghódítani, uh-huh. akár ugye belső Mongólia, belső Kínáig, Ordoszi medencéig, majd használják és fennhatóság alatt tartják a sztyeppezónát, aztán van egy visszafelé, illetve több hullámban egy visszafelé áramlás is, gondoljunk a hunokra, avarokra, Árpád magyarjaira, de azt is meg tudjuk mutatni, hogy a Kárpát-medencében egy folyamatos jelenlét volt, egy folyamatos alaplakosság, uh-huh. és ezek bizony rokonságban álltak a mindig visszaérkező vagy beérkező népekkel. Nagyon érdekes. Figyelek. Tehát a Kárpát-medencére kijelenthetjük, hogy évszázadok, évezredek óta egy őshazának tekinthető, és ennek egyre több archeogenetikai és régészeti bizonyítéka is van. Gabi, még van pár percünk. Milyen nagy munkában vagytok most 2022? Hát mondjuk az, hogy év eleje, hát április. Biztos mindig csináltok egy nagy tervezést, mondjuk tavaly november-december, de hát most is folyamatosan azt mondtad, amikor beszélgettünk interjún kívül, hogy 100 kollégát dolgozik különböző területeken. Egy kicsit mutasd meg, hogy mik a legnagyobb területek, ahol most ott vagytok. Főigazgatóként muszáj elmondanom és megdicsérni a kollégákat is és a teljesítményüket, hogy a 3 év alatt kiadtunk 49 könyvet. Uh-huh. Nemzetközi tudományos folyóiratot indítottunk nulláról. Szerveztünk 15 kiállítást, 26 konferenciát, ami több mint 550 előadást jelent, és kutatóink már több mint 1300 publikációt jegyeznek, és ahogy már említettem, munkánkat 60 ezeren követik naponta, és eddig több mint 20 millió nézték meg a tartalmainkat. Tehát ez már eddig is egy óriási eredmény volt. És 20 millió ez mind magyar nyelvi tartalom, ha jól tudom, mert ugye ez magyar... Nem. A Magyarságkutató Intézetnek egyedül olyan a honlapja, hogy jelenleg 4 nyelven publikálunk, ugye a magyar mellett angolul, németül és oroszul. Nem sokára behozzuk majd a francia, spanyol és a török nyelvet is, és a mongol nyelvet szeretnénk. Le a kalappal, ez nem semmi, hogy ilyen honlapot csináltok, ez nagyon menő. Igen, mert ez megkerülhetetlen, mert óriási az érdeklődés a magyarság őstörténetére. Tehát a nemzetközi kutatói világban mindig csodálkoznak és örülnek, amikor kimegyünk egy nemzetközi konferenciára, hogy végre újra itt vagytok, végre, hát hiszen nektek a legkáprázatosabb a történelmetek, a múltatok, és ők majdhogy nem szinte többet tudnak egy kutató, mint egy itteni átlag magyar, de nem azért, mert az ő hibája lenne, hanem mert nem tanították meg nekünk az elmúlt évtizedekben. Hát jó, de gondolom ez a munkát, tehát vagy erre tetted fel, ahogy látom az életed, mindent elkövetsz azért, hogy ez működjön, ha jól látom, ugye? Gabi, erről van szó. Azt is el tudom már mondani, hogy eddig ugye 3 év alatt 6 archeogenetikai cikkünk jelent meg, a sok más egyéb mellett, és 4 vár leközlésre, és ebben a 4-be már benne van, nagyon sokan kérdezik, és ennek te is örülni fogsz, a Hunyadi házra vonatkozó genetikai állomány. Hát ugye a legfontosabb, és ez ha jól satszoljuk, akkor körülbelül 2 hónap múlva már olvashatjuk, és pontot tehetünk egy több évszázados vitára, mert a hunyadiakat körülbelül 10 nemzet akarja leigazolni magának, származásokat tekintve. De itt a körülöttük lévő országokról beszélünk, tehát itt... Igen, de még távolabb is, Olaszország is akár, igen, vagy német kutatók is vannak, akik ezt vallják, stb. Ugye itt a luxemburgi Zsigmond vonalon, hogyha megyünk, de mondom, körülbelül 10 ország akarja magáinak tudni Hunyadit, de hát nem sokára megjelenik a rendes kutatási eredmény. Ezt 1400-ban, amikor eltemetik ugye Korvin Jánost és Korvin Kristófot, Hunyadi Mátyás fiát és ugye uh-huh. unokáját a lepoglovai Pálos Kolostorba 1400-es évek végén, és 400 évvel később volt egy újra temetés 1800-as években, akkor nézték a csontokat, és mi 1800 után felnyithattuk. A horvát állam megengedte ezt Kásler professzor úr nemzetközi diplomáciai, kultúrdiplomáciai sikerének tekinthető, és egyértelműen annak köszönhető, és felnyithattuk, ott az ottani püspök volt jelen, a horvát állam, ugye miniszter úr, professzor úr és a Magyarságkutató Intézet, vettük a mintát, megtörtént a szekvenálás, megírtuk közösen a horvátokkal a nemzetközi publikációt, és nem sokára megjelenik. És ilyen vizsgálatra
még nem is volt lehetőség, hiszen ahogy te is mondtad, csak 20 éve van archeogenetikai tudományág. És én már láttam az eredményeket, tehát egészen több mint 1000 évvel vissza tudunk menni a hunyadiak származását illetően, tehát ez sakmat, ebben nem kétség nem fér hozzá, és várjuk a megjelenését. Jó, közben letelt az időn, Gábor, és annyit szeretnék mondani, hogy mindenképpen szeretném, hogy gyere be akkor az eredménnyel, meg amikor ezt publikáljátok. Szerintem ez egy olyan fontos téma, hogy tartsuk napi renden, szinte heti vagy havi rendszerességgel. Én nagyon örülnék, hogyha beszélnénk, be tudnál róla számolni, mi pedig teret adunk itt a Spirit FM-en. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Horváth Lugosi Gábort hallottuk, a Magyarságkutató Intézet vezetőjét. Köszönöm szépen, Gábor, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, én is köszönöm. Szervusz, András. Szervusz.